A Kárpát régió üzleti hálózat újvidéki irodája több alkalommal szervezett már találkozót az alternatív és a megújuló energiaforrásokról, azzal a céllal, hogy kapcsolatot teremtsenek a szerbiai és a magyarországi érdeklődők között. Három csoportra osztottuk föl az előadásokat és a résztvevőket is. Az egyik lesz a szoláris energia, a másik a hőszivattyúkkal fogunk foglalkozni, és a harmadik nagy terület pedig a biomasszával. És gyakorlatilag ennek a találkozónak is az a célja, hogy magyarországi szakértők, szakemberek elmondják az eddigi tapasztalataikat az itteni szakértőknek, és természetesen ebből projekteket szeretnénk generálni. A tanácskozáson Jovanka Arsics-Karisics, a Közép-Európai Fejlesztési Fórum igazgatói bizottságának elnöke elmondta, az utóbbi években Szerbiában egyre gyakoribb téma a megújuló energiaforrások. Nálunk ezeknek az energiáknak több mint 60%-át a biomassa teszi ki. A magyarországi szakemberek Európa szerte népszerűsítik a hulladék energia felhasználásának technológiáját, de a napenergia hasznosításáról is beszéltek a tanácskozáson. Azok a berendezések, amiket mi telepítünk, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, ezek a berendezések alkalmasak arra, hogy az összes hulladék hőből újra energiát csináljanak. Például sertésólag, sertésizlaldák, a malacoknak a hőjéből csináljuk az energiát, azzal fűtjük az irodaépületet. Ez úgynevezett mediterrán típusú berendezések, amelyek mondjuk egy családi ház esetén minden energiaszolgáltás igényt kielégítenek. Tehát ebben van összes hőszolgáltatási igény, abszorciós hűtési igény, légkondicionálás, van benne áramtermelés, nem kell hozzá semmi más, csak napenergia. Szerbiában is egyre nagyobb az érdeklődés a megújuló energiaforrások iránt. Az Energiaügyi Minisztérium februárban 317 mini vízerőmű építésére írt ki nyilvános felhívást, amelyre több mint 1400 pályázat érkezett.